Párizs, Franciaország gyönyörű fővárosa. Sportolóink ismerkednek a többmilliós világváros mindennapi életével. Notre-Dame székesegyház történelmi falai régi időkről beszélnek. A Szajna partján halhatatlanságra vágyó ifjú művész jelöltek. Szemközt pedig sokkal szerényebb horgászok, akik bármekkora hallal is beérnék már. Játékosaink párizsi szállásukról edzőmérkőzésre indulnak a Biancuri labdarúgópályán. A magyar válogatott a Renault gyári labdarúgókkal játszik. Valóságos forradalom ez a labdarúgás történetében, mondották a francia labdarúgó vezetők, hogy a világ minden részében várva várt olimpiai bajnokcsapat egy kis munkás egyesülettel mérkőzik. Ezen a londoni találkozó előtti utolsó kétkapus mérkőzésen a magyar fiúk 18 gólt lőttek. Íme egy gól a sok közül. Ez egy másik. És ez pedig ki tudja hanyadik. A mérkőzés után Sebes Gusztáv, a magyar sportküldöttség vezetője, a Renault gyár egykori munkása üdvözli a vendéglátókat. Marcel Lacroix, a Biancuri sportegyesület elnöke, sok szerencsét kívánt a magyar labdarúgóknak londoni szereplésükhöz. A háromnapos párizsi látogatás után labdarúgó csapatunk folytatja útját London felé az Aranynyíl Expressen. Elbúcsúznak kedves párizsi barátaiktól. Még egy pár perc várakozás, és már is indul a vonat a La Manche csatorna felé.